kijött az anyuka, mert éppen indultál valahová, és a liftnél állt, és akkor én meg arra, hogy szépen rámosolyogtam, és mondta, hogy hát most akkor mi van, mi ez a kutyapárt? És mondta, hogy hát viccpárt, nem tudja, és akkor mondja, hogy hát nem, ő ezt nem ismeri. És mondta, hogy tényleg nem láttam még a plakátokat az utcán, amikor a kormány csinál valami hülyeséget, mi meg hülyét csinálunk belőle a plakátjék, és alidatollat. És a tizedikig kell most felmennünk, mert az a szabály, hogy föntről lefele jövünk, mert úgy könnyebb. Aha. Nem hangoskodunk. Az igen. Hogy ne fájjunk. Tisztára jó fejek vagyunk. Oké. Okay. Az előbb az egyik lakásban azt mondta a bácsi, hogy köszönöm, és ott úgy állt, és mondom, akkor most köszönöm igen, vagy köszönöm nem. És így állt tovább, köszönöm nem, és lecsukta az arcát. Nem szeretném online, köszönöm szépen. Valaki végre írta le, de hogy nem mertem fölvenni, mert féltem, hogy elriasztjuk. Tehát még én csak aláírta, de úgy féltem, hogy ráhomozik, basszus, a szájába lógott a cím. Hát nem. Akár hány nap alá lehet írni. Egyen kilók, az többinek nem. Egyen ég? Egyen. Az előbb az egyik lakásban sikerült egy szavazópolgárral találkozni, aki ránk fog szavazni, és most tudta meg, hogy ahhoz, hogy ő szavazhasson ránk, alá is kell írnia ezt az ívet, mert különben nem tudunk indulni a választásokon. Igen. Sajnos nincs ez jól tájékoztatva. Igen, ezt sokan nem értik, hogy nem tudunk indulni, ha ez az aláírás nem gyűlik össze. És úgy van a rendszer kitalálva, hogy ne gyűlhessen össze, mert mint ilyen kis pártoknak, csak a monstereknek, mert az év leghidegebb két hete van kijelölve erre, az eleve lehetetlen feladat. Alá akart írni egy lány nekünk, de amikor a lakcímkártyát kértem, akkor azonnal visszakozni kezdett, mert megijedt attól, hogy ilyen mindenféle adatok fognak szerepelni a papíron. Aláírásokat gyűjtünk a parlamenti választásokra. Sok ember érte. Nem is fiatal emberek, hanem már ilyen. 40 és 50 körüliek. Fényjük, mint csak politikára, és azt mondja nekem, hogy nem azt mondja, hogy nem érdekli, hanem nem ért hozzá. És nem szán rá, mondjuk egy ilyen fél napot az életéből, hogy utána nézze a dolgoknak, hogy azok a dolgok, amiket ő szenved a hétköznapjain, annak vajon mi lehet az oka, és amikor 4 évente egyszer van lehetősége változtatni ezen, akkor egyszerűen nem él a lehetőségem. Holnap kimegyünk az STK elé, és ott ígérünk örök életet. Az idős néniknek. Szoktuk hívni, hogy ingyenesülés örök élet, és az idős emberek megijednek az örök életre, és azért, hogy ne. És akkor arra azt mondjuk, hogy eutanáziát is vállunk, azt mondjuk, jaj, de jó, végre azt valaki. Szeretik, hogy a fiatalító programot lehet felajánlani nekik esetleg. Vagy örök élet fiatalító programban, az nagyon az menő. Jó, az meg. És kellemes élményeket kívánunk még rá. Kívánok! Parlamenti választásokhoz gyűjtünk támogatói aláírást a két farkú kutyapártnak. Tetszik segíteni nekünk egy aláírással? Gyere! Jó, szép vagy! Lakcímkártya van kéznél. Köszönöm. Jó, szép kutya! A kutyapártnak aláírásokat. Támogatnom én kellett, hogy bejussunk a parlamentbe? Hát támogatnám, de nem érok fel elsőnök. Mit gyűjtesz anyukára? Támogatói aláírások lesznek a választások, és most van az a kör, hogy ajánló aláírásokat gyűjtünk, hogy el tudjuk indulni. Mik lesztek, ha nagyok lesztek? Ilyen kis nagyi kedvence, nem? Jó, ezzel hozzá létsz. Nagy kedvence, nézd meg. Ez egy nagy. De nem, hát úgy néz ki, mint egy jól lakott óvodás. Még jó, hogy nem hívnak be ebédre. De behívnak, csak nem megyek be. Olyan kis sovány vagy, gyere be, egyél egy levest. Parlamenti választásokon elindulhassunk? Persze. Van nálad lakcímkártya? Van. Jaj, de jó. Mondjuk a bácsi csak így kötelességből írta rá szerintem, mert a végén kérdezte meg, hogy kinek. Köszönöm szépen, azt jelenti, hogy menj az anyádba. Nem, a Fideszre szavazunk, de nagyon szépen köszönöm. Legalábbis én. Csak annyiban kellene minket támogatni, hogy el tudjunk indulni a választáson. Oké, adok egyet. Szuper, köszönöm. Ilyen lakcímkártyán lévő adatok mennek fejből, vagy akkor írom, jó nevet? Ez a helyi jelöltünk itt a körzetben. Aki az Eszter? Az Attila. A fél 50%-ban én vagyok. Most már köszönöm. Magunk meg a passzivisták. Így van. Jó, oké. Nagyon szépen köszönjük. Viszlát!